A fiataloké volt a főszerep idén az Adolf Cukorfilm Fesztiválon Máté Szalkán. Ebben az évben ugyanis 12 és 18 év közötti diákoktól várták a pályamunkákat a szervezők. Nagyon jó látni azt, hogy a fiatalok érdeklődnek a filmgyártás és a mozgókép iránt, hiszen egy picit ugye nem tanítják az iskolákban, és néha talán sokaktól távol áll, szeretettel nézik a filmeket, de alkotni nem igazán gondolkodtak el. Ez egy lehetőséget adott többőknek, hogy kipróbálják magukat, és megmérettessék magukat ezen a filmfesztiválon. A megnyitón elhangzott, a vártnál nagyobb érdeklődés övezte a versenykiírást. Az ország számos pontjáról küldtek alkotásokat a fiatalok. Ki tudtuk választani a 28 legjobb filmet, azok kerülnek levetítésre, és hát mindezeknek a filmeknek a kiírás szerinti elvárása az volt, hogy a tematika Adolf Cukor körül forogjon. Nem a személye, nem a története, nem az élete, hanem hogy az ő élete miként és hogyan tud példaként a mai fiatalok számára jelentkezni, akaraterő. Hiszen ugye ez volt a lényeg, hogy ő mindent, mindenáron meg tudott valósítani álmait, elképzeléseit, és azt hiszem, hogy ez nagyon aktuális a fiatalok számára is. A filmekben ez jól visszatükröződik. Az Origo Filmstúdió vezérigazgatója szerint Máté Szalka egy szimbolikus helyszíne a fesztiválnak, hiszen innen indult a világ egyik legnagyobb filmstúdiójának alapítója, Adolf Cukor. A szakember hozzátette, akár ez a rendezvény is elindíthat egy fiatal filmest a Hollywood felé vezető úton. Komolyan kell venni a filmes utánpótlásnak a megteremtését, a tanítását és az oktatást. Nem csak azért, most vonatkoztassuk el a sztrájktól, hogy rengeteg amerikai bérmunka van, de hiszen a magyar filmipar is azért kezd visszatérni a virágkora irányában, és ez a rengeteg film munka nagyon sok jó szakembert igényel, és nekünk szükségük is van rá, mint Magyarországon belül a kultúránk megtartása miatt és továbbfejlesztése miatt. Másrészt a bérmunkák, azért ne felejtsük el, hogy tavaly több mint 260 milliárd bevételt okoztak. A több mint 1 millió forint összdíjazású versenyen 5 tagú szakmai zsűri bírálta a pályamunkákat. Az ítészek elnöke Szász Attila Balázs Béla díjas filmrendező volt. Én lenyűgözve néztem az alkotások többségét, és az volt a benyomásom, hogy ezek a fiatalok már anyanyelvi szinten beszélik a film nyelvét, és ösztönös tehetséggel használják az eszközöket. És nyilván ez a korosztály nem tanulta még, hanem ezek nyers alkotások voltak, ezek zsigerből, ösztönből jöttek belőlük, és nagyon izgalmas volt látni, hogy hol tartanak a képi nyelv, képi önkifejezésben, hogy tudnak fogalmazni filmül. Úgyhogy számomra nagyon izgalmas volt, és bárcsak az én gyerekkoromban rendelkezésre álltak volna ezek az eszközök, és nem kellett volna arra várni, hogy valami nagyon drága és nagyon bonyolult kamera közelébe kerüljön az ember. Úgyhogy ők ezáltal évtizedekkel előrébb járnak, vagy korábban kezdik el ezt művelni, ezt a filmesdit, úgyhogy én nagyon drukkolok nekik, hogy az igazán tehetségesebbjei azok ragadjanak is meg ennél a pályánál, és vigyék tovább ezt, mert nagyon érdemes. A vetítések mellett nyilvános beszélgetéseket is szerveztek, többek között Koltai Róberttel és Grillusz Dorkával is találkozhatott a közönség. A kétnapos eseményen egy országos filmes vetélkedő döntőjét is megnézhették az érdeklődők.